estét kívánunk, ahogyan ezt ígértünk, ismét az Alba Plázából jelentkezünk, és ezt az adásunkat is átlengi az ünnep hangulata. Kiderül többek között, hogyan készül első nagyszülői karácsonyára Nagy Judit és Szabó Miklós, emellett bemutatjuk az Alba Régia Táncegyüttes első videóklipjét, ahol a csapat tagjai most nem táncolni fognak, hanem énekelni. És természetesen jó kis edzéstippeket is adunk, hiszen hát... lehet, hogy ilyenkor ránk fér, és a hölgyeknek pedig jó kis frizuratippekkel is készültünk. És hát egy újabb vendéget köszönhetünk itt az Alba Plázában található stúdiónkban, fogalmazzunk így. Egy nagyon kedves riportalanyunk, egy állandó vendégünk, Tornyai Gábor plébános ül itt velünk szemben. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szeretettel köszöntünk. Elmesélem a nézőknek, hogy miért tegeződünk, mi nagyon régóta ismerjük egymást, és hát ugye veled szerintem nagyjából mindenki ilyen viszonyban van, mindenki tudja, hogy te egy mosolygos, vidám, fiatalos plébános vagy, egy picit olyan más vagy, mint a többiek. Megszokott katolikus plébánosról kialakított kép. Igen, köszönöm. Készülsz a karácsonyra? Hivatalból is készülök rá, mert ugye nekünk a nagy ünnepeink egyik a karácsony ünneplése, úgyhogy már itt ebben a időszakban, az adventi időszakban, a hajnali szentmisék, a lorát és szentmisék időszakában, és egy jó lehetőség a készülésre, és hát majd a plébánia közösségében is ott lesz az ünneplés, a nagy ünnepek, amikor mindenki otthon ünnepel, mi itt a szentmisék bemutatásában ünneplünk, segítjük a közösséget, a hívő embereket. Visszatérni. Ezt nagyon hivatalosan mondtam, tudom, de hát mégis csak így próbáltam. Így van. Visszatérnénk még erre a jókedvre egy kicsit, és erre a közvetlen stílusra. Van nekem itt egy idézet a papíromon, nem tehetek róla, hogy jó fej vagyok. Igen. Ez tőled származik. Igen. Igen. Egyszer egyik prédikációban beszéltem erről az egyik misén, aztán egy újságban is beszéltem erről, és nagyon tetszett, hogy egy főcímként ez jelent meg, mert ugye azért ennek a mondatnak van egy folytatása is, hogy nem tehetek róla, hogy ilyen jó fej vagyok, mert ez a Jóisten ajándéka. Szóval én nem tettem azért semmit, nem képeztem magam azért, hogy ilyen legyek, és én, ha már itt a karácsonyról beszélünk, én azt gondolom, hogy ezt a saját életemben is úgy tudom felfogni, egy ajándék, amiért én nem tettem semmit, de mégiscsak itt van. És valami ilyesmi, azt hiszem az igazi ajándék, hogy nem azért kapom az ajándékot, mert azt én megérdemlem, meg megküzdöttem érte, hanem azért kapom, mert valaki számára fontos vagyok, és odaadta nekem. És én ezt így élem meg a saját életemben. Ilyenkor te nagyon sokat adsz. Most itt átvitt értelemben értem, és főleg lelki értelemben értem, hogy a híveknek azért nagyon sokat tudsz adni. Vannak, akik nagyon nem járnak évközben templomba, de lehet, hogy a karácsonyi időszakban ilyenkor mégiscsak betérnek egy-egy templomban, és meghallgatnak egy-egy misét. És ahogy említettem, ugye, hogy adsz neked ez az adakozás, úgymond, ez milyen örömöt okoz, az, hogy te adhatsz másoknak? Ebben az adásban két dolog van benne. Egyik az önző szempontom, hogy szeretek szerepelni. És azért is vagyok szívesen itt akár veletek most ebben a beszélgetésben, vagy éppen a rádióban is. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó eszköz arra, hogy megszólalhassak, illetve amit itt meg is jegyeztél, hogy sok olyan ember van, aki egyébként nem jár a templomba, de azt gondolom, hogy ezek az eszközök segítséget jelentenek abban, hogy találkozhassak velük, akár így a tévéképernyőn keresztül, akár a rádión keresztül, ahogy hallgatnak, és valamit, amit én kaptam, gyűjtöttem, szereztem magamban, amivel én gazdagodtam, azt ezeken a fórumokon keresztül tudom odaadni. Azt gondolom, hogy ez valahogy picit a papságomból is fakad, hogy amit kaptam, azt nem magamnak tartsam meg, és nem magamért kaptam, hanem azért, hogy ezt akinek nincs, annak oda tudjam adni. Meg valahol ez megint a kicsit a jó fejséghez hasonlóan, ez valahogy a személyiségemben benne van, hogy szívesen fordulok oda azokhoz, akik segítséget kérnek. Egyébként gyerekkori karácsonyokra miként emlékszel vissza? A gyerekkori karácsonyok közül talán ami nagy emlék számomra az, amikor a nagymamánál összejöttünk. Apukámik sokan voltak testvérek, és nagyjából mindenki itt lakott Fehérváron, vagy itt lakik Fehérváron, de azért mindig a karácsonykor, amikor a nagymamánál összegyűltünk, és ott volt az egész család, a nagymama, a gyerekek, az unokák, és ugye elkezdtük együtt a mennyből az angyalt énekelni, az úgy,
azt hiszem az úgy mindenkinek megmaradt a családba. És ez egy nagyon szép hagyományként az egyik nagynéném vitte tovább, aztán most a tesó még próbálják, hogy egy kicsit így egybe maradjon a nagy család, és nem csak a szűkebb család. És te önmagad hogyan próbálsz lecsendesedni ilyenkor? Az adventi időszak is egy bőti időszak, hogyha most egy kicsit a pap agyával gondolkodom, és ilyenkor is próbálom megtalálni azokat a lehetőségeket, ahol egy kicsit magamra tudok figyelni. Például az egyik ilyen bőti cselekedet, vagy elcsendesedési cselekedet az, hogy vezetés közben nem hallgatok zenét. Egyébként nagyon szeretek, de ilyenkor azt mondom, hogy megpróbálok odafigyelni az imádságra, megpróbálok oda olyan előadásokat hallgatni, amik azért kicsit gazdagítanak, és ez egy picit így a magam felé fordulásba segít, meg hát keresem a templomban is a lehetőséget, hogy egy picit leüljek és csendben legyek, egyedül legyek, és akkor így tudok készülni is az ünneplésre. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél, és hát mi nagyon-nagyon szép várakozást kívánunk neked, sok örömet annak az örömét, hogy adhass másoknak, de persze sikerüljön az elcsendesedés is. Köszönjük nagyon köszönöm is a lehetőséget. Megkét ünnepeget kívánunk. Nektek is, önöknek is. Mi pedig megyünk tovább. A múlt héten ajándéktippeket mutattunk, most pedig csomagolási ötletekkel érkezik Brigi és Maja. Már az ünnepi készülődés vége fele tartunk, és az ajándékok beszerezve, úgyhogy már csak csomagolunk. Hát professzionális helyre érkeztünk, hiszen kétféleképpen oldhatjuk meg a csomagolást, vagy megkérünk profi szakembert, illetve megpróbáljuk tőle ellesni ezeket a trükköket, amik vannak, vagy pedig megoldjuk egy ajándék zacskóval, hát mi a professzionálisra próbáljuk a hangsúlyt helyezni. Nem tudom, te hogy vagy velem, Maja, de ha csomagolásról van szó, az egy nálam ez egy külön mutatvány, gyakorlatilag a dobozon ülök és rángatom a csomagoló papírt, hogy valamit kihozzak a mutatványból. Te hogy vagy ezzel? Hát én a magam részéről nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy az ajándékok be legyenek csomagolva. Családtagjaim szerint néha többet költök a csomagoló anyagra, mint magára az ajándékra, de azért van ez, mert én nagyon sokat járok ide, és Andiéktól rengeteg segítséget kérek, illetve tippeket, trükköket lesek el. Na de most nem csak nekem fogja megmutatni, hanem nekem is. És rajtunk kívül mindenkinek, hogy hogyan is néz ki egy jó csomagolás. Szia, Andi, segíts nekünk! Mi az alapja, honnan induljunk? Hát először is megvan az ajándékunk, ugye? Választani kell hozzá egy szép csomagoló papírt, én most egy ilyen egyszerűbbet választottam, mert díszíteni fogom kis élőfenyővel, meg egyéb díszekkel. Hagyományos az ugye örök divat, a piros, a zöld, a fehér, talán ennek van a legünnepibb hangulata, de idén a púder színek nagyon divatok még, púder rózsaszín, ezek a kis krém színek, az arany. Ha túljutottunk a csomagoláson, akkor már csak az ünnepi asztal feldíszítése marad hátra. Maja, te szoktál díszíteni ünnepi asztalt? Abszolút, én nagyon komoly dekorátor vagyok. Ebből fog készülni egy ilyen tortatál alakú állvány, akár egy otthon, egy tortatára vagy egy sütistára tudjátok elkészíteni ezt. Ezt jól beragasztózom. Mivel hogy ez egy asztalra kerül, úgy gondolom, hogy ez nagyon jól passzol hozzá. Köszönöm.
készültünk, akinek hiányzik egy kis játékosság belőle, akkor beleragaszthatunk egy ilyen kis rizszarvast előre. Fantasztikus. Gyönyörű lett. Kedvet kapott ennek a csodának a láttán, hogy otthon kézműveskedjen, az szerintem álljon neki még nem késő, ha segítségre van szüksége, forduljon Andiékhoz, ha pedig úgy érezte, hogy ez neki nem fog menni, akkor jöjjön be és akár rendelésre, akár itt kéztermékeket válasszon és díszítse fel vele az otthonát erre a csodálatos ünnepre. Újabb vendégeket köszönthetünk itt az Együtt magazinban. A Szabad Színház vezetője Nagy Judit látogatott el hozzánk kedvesével, Szabó Miklossal. Szeretettel köszöntünk titeket, és köszönjük, hogy eljöttetek. Szeretettel köszöntjük a tévénézőket. Én arra gondoltam, hogy picit értékeljük az évet, ugyanis a Szabad Színház idén 60 éves. Picit beszéljünk erről, hogy mi újság a házatok tájékán. Nagyon sok minden történt nálatok idén is. Igen, hát ez a 60 év így elszelelt, mondhatni, és ezt egy jubileumi évnek hirdettük meg, ezt a 2018-as évet, és tavasszal a Kortárs Művészeti Fesztivál idejében volt tulajdonképpen a díszünnepsége ennek a jubileumi évnek, és májusban összejöttünk nagyon sokan, akik a Szabad Színház egykori tagjai voltak, és hát egy generációváltás is zajlik éppen a Szabad Színháznál, mint ahogy a televíziónál is. Sok kisbaba született. A 30-as generáció most gondolta úgy, hogy most már épp itt az ideje a családalapításnak, amit mi nagyon szívesen vettünk, és emiatt egy kicsit a műsor struktúra is átalakult, több, kevesebb személyes darabot állítottunk színpadra, és hát rögtön a jubileumi hétre két előadással is készültünk, két kortárs művel. A Káosz című darabunkkal, illetve a Kaliforniai Álom, ez utóbbi egy magyar szerzőműve, előbbi pedig egy finn drámaíró műve. Említetted a babákat, és hát a családban is született egy baba, hiszen tavaly ugye beszámolhattunk arról, itt volt Bence és Marietta is, akkor még pocakkal, de azóta már Boti kibújt, és bizony nagyon-nagyon gyorsan cseperedik. Igen, hát a tavaly karácsonykor is már tulajdonképpen velünk volt a Botond Bence nevű unoka, hiszen már a pocakban benne volt, és hát Marietta, az anyukája izgult is, hogy hát ha majd egy kicsit előbb fog megszületni, de szerencsére időben született meg, és megajándékozott bennünket a jelenlétével az év elején, amelynek nagyon örültünk, és hát az egész év ennek a bűvöletében telt, hogy van egy kis unoka, és nagyon aranyos lett, rendkívüli módon hasonlít az apukájára, Bencére, de olyannyira, hogy össze lehet őket téveszteni a fotókon. Hát, és az egyik nap a Bence öcsére hasonlít, a másik nap a Bencére, és minden negyedik nap egy kicsit az édesanyjára is, de őre egy kicsit ritkábban. Hát nyilván most egy kicsit más lesz ez a karácsony Botonddal. Készülünk különböző izgalmas ajándékokkal, aminek gondolom, hogy örülni fog. Már elkezdtük az ajándékok gyűjtögetését, még nem fedezte fel szerencsére, mert már jártunk így, hogy a Dani észrevette az ajándékokat, és fölhívta az egyik barátunkat, hogy azonnal gyere, mert összes ajándékot beakta a Jézuska ágya alá. Tehát hogy reméljük, hogy a Botonddal egyelőre még nem járunk így, még nem fedezte föl, de biztos, hogy izgalmas karácsonynak nézünk elébe. Miklós, igen, ez egy különleges karácsony lesz. Különleges volt az is, amikor a Bence született, amikor a Dani született, de ez azért más, mindenféleképpen más, mert mégiscsak az unokánkról van szó. És ő egy nagy ajándék. A Bence mindig befeküdt a karácsonyfa alá, amikor elkészült a fa, és úgy gondolom, hogy be fogjuk tenni a Botit is a fa alá, hogy őrizzük a hagyományokat valamilyen szinten.
Milyen terveitek vannak egyébként vele, hiszen hát mondhatjuk, hogy színész család vagytok, nálatok mindenki benne van nagyjából ebben a projektben. Hát Boti is gondolom, hogy bele fog csöppenni előbb-utóbb, sőt én azt gondolom, hogy pár évesen már ott fog sertepertélni a színpadon körülöttetek. Hát szerintem már most is ott sertepertél, nem? Igen, és magára vonja a figyelmet, mert az előadások alatt nagyon nem, tehát hogy nagyon figyel. És hát pont most azon mulattunk, hogy a hatodikai Mikulásváró műsor, amelynek a Nagy Csokoládi Express volt a címe, és hát az apukája is játszott benne, zenés is volt, meg a nagybátyja is, keresztapja is játszott benne, és hát kíváncsiak voltunk, hogy fogadja, és végig tátott szájjal figyelte, egy muk, egy piszt nem hangzott el, szinte mozdulatlanul figyelte, és nagyon érdekes volt, hogy az előadást követően pedig megmutatta a reflektorokat, és ez azért nagyon érdekes, mert amikor a Bence először volt a Vörösmarty Színházban, akkor fölállt, mikor már elcsendesedett a nézőtér, és hangosan bejelentette, hogy hol vannak a reflektorok, és a Botinak ezt senki nem mondta, ezt a történetet nem mesélte, és ő még nem tud beszélni, de a maga a nyelvén már kiszúrta, hogy ott vannak a reflektorok, és megmutatta ezt nekünk, úgyhogy mulattunk rajta, nagyon-nagyon figyelmes, úgyhogy hát gondolom, hogy tetszeni fog neki, hát egyelőre most nézőként van jelen. Egyébként azért ti is nagyon sokat pörögtök nagyszülőként is. Hogyan tudtok mégis így unokázni, hogyan fér bele az időtökbe, hogy egy kicsit családozzatok, meg mondjuk most főleg karácsonykor? Vagy egyáltalán szét lehet-e választani? Persze, szét lehet választani. Hát amikor a szülőknek akad egy kis dolga, akkor mi vigyázunk a Botondra, meg szinte minden hétvégén, hát sőt, minden hétvégén találkozunk. Nálunk van a családi ebéd, és most már a Botond is, ő kifejezetten egy társasági evőtípus, hogy akkor szeret jól enni, akkor van jó étvágya, hogyha körülötte vannak, és szeret minden ételt megfigyelni, mindenkit megfigyelni evés közben. Úgyhogy neki ez egy nagy élmény, hogy sokan vagyunk az asztalnál, és akkor nem csak ő eszik anyával vagy apával, hanem sokan vagyunk, és akkor ilyenkor mindig eljönnek a Daniék is, meg átmegyünk a dédi mamáékhoz, és akkor így a hétvégék azok általában így családi körben telnek. Én úgy gondolom, hogy egy igazi közösségi ember lesz, és egy igazi közösségi gyermek a Boti, és akkor érzi igazán jól magát, hogyha sokan vannak körülötte, és történnek dolgok. Ezért én most úgy látom, nagyon szeret lenni színházban. Már az Igézőben 3 vagy 4 olyan előadás is volt, amit végignézett egy muk nélkül, és érdekli a zene. Ugye nem tudja mindenki, hogy a kisebbik fiunk, a Dani zenél, rengeteg zenét hallgat a Boti már most, és teljesen leköti. Tehát akkor, amikor zene szól, akkor, amikor színház van, akkor nem akar máshova menni, és azért ez már valamiféle irányt mutat, számunkra kedvező irányt, legalábbis úgy gondolom. Hát azért mondhatjuk, hogy az egész család ilyen, hát nem vagytok annyira szívbajosak, sőt, kifejezetten nyugodtak vagytok egyébként, mégis, miközben folyamatosan pörögtök. A karácsonykor tervezitek-e, hogy egy kicsit úgy a társulat is összeül egy vacsorára, vagy lesz-e valami közös kis buli ünnepség így karácsony tájékán? Hát karácsony előtt van az évzáró rendezvényünk magával a színházzal 21-én, amire minden ismerősünk eljön, és eljön, a Boti is ott lesz, mert ő már a színpadnak is, illetve a csoportnak is a tagja. Kifejezetten a karácsony az a mi számunkra inkább családi. Tehát a családok és rokonok, legalábbis ez a 3 nap, hogyha jól gondolom, eddig legalábbis így volt. A utolsó napjára szoktak jönni ismerősök, meg a közeli barátok is, de a 24-25 az egy igazi karácsony, igazi családi karácsony kell legyen, legfőképpen a szenteste. Én nagyon szeretem, nagyon éppen visszagondoltam, hogy régebben milyen jó volt az, amikor mindenki ott volt nálunk szenteste, a barátnők, a gyerekek, és akkor másnap reggel, amikor felkeltek, akkor csináltunk egy szép asztalt, és szinte reggeliztünk 2 órán keresztül, beszélgettünk. Tehát az, ami nem adatott meg, vagy nem adatik meg az év folyamán,
akkor egy kicsit ki tudunk engedni, és egy kicsit tényleg egymással tudunk jobban foglalkozni, mint az előtte. Miután ugye szolgáltató szektorban tevékenykedünk, és hát ugye az egyházak szolgálatához hasonlóan mi is egyfajta szolgálatot végzünk, hogy a családok föl tudjanak készülni az ünnepre hangulatában, szeretetben, boldogságban, együttlétben, közösségben. Erről szólnak az előadásaink is, családi előadásokat csinálunk, és hát most ugye a 23-a az utolsó adventi hétvége, akkor még játszunk gyerekelőadásokat, de előtte van egy közös színpadkarácsony, ez hagyományosan mindig Halászlé és Mákos Guba, és akkor ilyenkor mindig az egész társulat ott van, az utánpótlás csoportból is, aki el tud jönni, ott van, és akkor tulajdonképpen a társulattal 23-án még egy utolsót kocintunk, és akkor utána mindenki hazamegy a családjához, és legközelebb évvégén találkozunk, mert ez is hagyományos a Szabad Színháznál, hogy az évvégéket mindig együtt töltjük, és az idén egy Ravasz nevű településre fogunk elmenni, és akkor ott 3 napot eltöltünk, játszunk, pihenünk, mert azért ez a december nekünk egy kicsit húzós, és akkor ilyenkor beszélgetünk, együtt vagyunk, mindenki hozza a családját, kirándulunk, ha olyan a helyszín, akkor elmegyünk egy-egy fürdőbe, de most olyan lesz a helyszín, hogy elsősorban kirándulni lehet, úgyhogy remélem, hogy lesz mód hógolyozásra is. Akkor lesz aktív és passzív pihenés is, mindenből kijut. Reméljük, hogy akkor nektek is jut egy nagyon picike kis pihenés, az mellett, hogy ennyit pörögtök tényleg, és hát az első ilyen közös unokás karácsonyhoz viszont nagyon-nagyon áldott és meghitt ünnepeket kívánunk nektek. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Mi is köszönjük. Hozzánk. Köszönjük, és viszont kívánjuk mindenkinek boldog karácsonyt. Köszönjük szépen. Mi pedig megyünk tovább. Enni ugye jó, enni mindig nagyon jó, karácsonykor meg végképp nagyon jó, viszont hogy a 2 hetes folyamatos evés ne köszönjön vissza, mutatunk 1-2 trükköt. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, 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 bells. Ismét jelentkezik a heti Fitol, egy kicsit az egészségesebb édességeket vesszük ma a górcső alá. Ebben kapunk majd hasznos tippet, hiszen közeledik az ünnepi időszak, amikor hajlamosak vagyunk elcsábulni. Hogyan és mivel tudunk ezen segíteni, javítani? Sziasztok! Azt gondolom, hogy ilyenkor a legtöbb ember szaloncukrot eszik. Felnőtt gyerek mindenki nagyon szereti. Nagyon fontos, hogy figyeljünk oda rá, hogy milyen szaloncukrot veszünk. Én ebben ajánlom általában a kézműves szaloncukrokat, azok természetes összetevőkből készülnek. Ami a nagyon fontos, és ugye itt mindig az olcsó kategória, az ember ugye pénztárcájára figyel, a transzsírokra nagyon-nagyon kell figyelni. Az utóbbi időben kapott ez nagyon nagy jelentőséget, mert ugye azon túl, hogy szívérrendszeri megbetegedéseket okoznak, nagyon fontos szerepet játszanak a cukorbetegség és az elhízásnak a kialakulásában, és ugye ezek azok a zsírok, amelyekkel sokkal szebb lesz a szaloncukor. Ropogósabb, vagy éppen nugátosabb, tehát ezt el tudjuk azzal kerülni, hogyha mi hazamegyünk és megcsináljuk, és ez egy nagyon jó karácsonyi program előkészületnek, amikor mondjuk a gyerekek is segítenek nekünk. Milyen anyagokat érdemes használni, hogyan készítsünk otthon szaloncukrot, ami azért egészségesebb? Szerintem, amit mindenki nagyon szeret, az a kókusz. A kókuszeszerék az egy nagyon-nagyon jó alapanyag, amivel tudunk dolgozni. Hogyha ehhez adunk zsiradékot, és mondjuk, hogyha már kókuszról beszélünk, akkor kókuszolajat, egy nagyon kevés vizet és mondjuk mézet, jól összegyűrjük, hagyjuk egy kicsit állni, akkor utána formázhatóvá válik, ebből tudunk nagyon jó kis szaloncukrokat gyártani, és a máz az pedig nagyon-nagyon egyszerű, szerintem mindenki szereti az étcsokoládét, általában a felnőttek legtöbbször van is otthon, csak simán egy nagyon kicsi kókuszolajjal fel kell hevíteni, elolvasztani és szépen rácsorgatni, és kész a szaloncukrunk, és még akkor van egy másik feladat a gyerekeknek, hogy készítsenek csomagolópapírt.
Hogyha mondjuk valaki nem szereti a kókuszt, akkor mondjuk esetleg asszalgyümölcsöket, vagy miket érdemes használni szerinted? Az asszalgyümölcs az nagyon-nagyon jó választás. Én ebben szoktam használni a datóját és az asszalt szilvát. Hogyha a datójához, itt ugye attól függ, hogy mennyire száraz az asszalgyümölcs, nedvességet tudunk csak sima vízzel pótolni. Hogyha adunk hozzá kakaóport, egy kis rumaromát, akkor már is egy kakaós szaloncukrot fogunk kapni. Ugye itt gyakorlatilag a vízzel lehet egy kicsit játszani, illetve hogyha nagyon sűrűnek találjuk, akkor egy nagyon kevés kókuszreszelékkel lehet ezt a nedvességet csökkenteni, és akkor már megint egy olyan masszát kapunk, amiből nagyon könnyen lehet egy szaloncukrot készíteni, és a máz meg ugyanaz, mint az előbb. Akkor mondhatjuk azt, hogy végül is a fantáziánk szabhat csak határt. Így van, csak a fantázia, így van. Nagyon sokat beszéltünk az ünnepi ételekről, és mozgástippeket is adtunk, viszont behívtuk egy nagyon kedves kollégánkat, aki amellett, hogy a sporttal foglalkozik, a sportot közvetíti, beszámol róla, űzi, és itt van velünk Kaiser Tamás, és elhozta két pici lányát is, Emiliát és Hannát. Szervusztok! Sziasztok! 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 Ugye, Tomi, te nagyon sokat foglalkozol a sporttal, hiszen ebből áll a munkád is, viszont utána is nagyon szívesen sportolsz. Így van, ez most már az életem része, és tulajdonképpen ennek a két kis gombócnak köszönhetően, mert ugye én régen komolyan sportoltam, és nekem az egy nagyon komoly álmom volt, hogy ők is lássanak belőle valamit, vagy belőlem valamit, hogy milyen ez, még hogyha nem is azon a szinten, mint régen. Tehát azért, amikor ők megszülettek, akkor ugye ilyen 120 és 130 kiló között voltam, és az tényleg bennem volt, hogy tök jó lenne, hogyha majd látnák azt, hogy milyen volt apa, amikor vékony volt, vagy vékonyabb volt, meg amikor sportolt. És hát ma már látnak, hála Istennek, mert sikerült azért lefogyni, és ugye mind a két maratonom alkalmával ott voltak a pálya szélén, meg a célban is. Azt elmeséled nekünk, hogy hogyan sikerült lefogyni? Nagyon látványos volt. Hát szinte napról napra. Napról napra. Mindig azt mondtuk, ott ütünk a szerkesztőségben, és mindig azt mondtuk, hogy a Tomi minden nap egyre vékonyabban jön be. Igen. Hát dolgoztam, fönn voltam Pesten a Budapest maratonon, és ott ültem 3 órát a célban, és láttam a célba érkező embereket, és azon gondolkoztam, hogy most már itt lenne az ideje, hogy ezt én is átéljem, és láttam apukákat gyerekekkel befutni, és az nekem akkor nagyon komolyan megfogalmazódott bennem, hogy nagyon fontosak ezek a célok az ember életében, hogy legyen egy ilyen képe ezekről a célok, és láttam magamat, ahogy velük futok be a célba, és az első maratonomnál ez szó szerint ugye így is volt, és ezt elhatároztam, aztán ilyen apró lépésekkel haladtam előre, és hát végül is mondhatom nyugodtan, mert sokan ismerik Fehérvár, hogy a Csóra Renni segített nagyon-nagyon sokat nekem abban, hogy le tudjak fogyni, illetve az Alba Triathlonban a csapattársak, akikhez nagyon-nagyon jó volt mindig lemenni edzeni, illetve hát nyilván kellettem hozzá én is meg egy jó kis diéta, és így gyakorlatilag. Erős motiváció mindennek az alapja. És azóta hány versenyen voltál? Mert most már nem tudjuk nyomon követni. Múltkor 2 is volt egyszer egy hét végén, ha jól emlékszem. Az egy verseny csak 2 részletben. Nem tudom már én sem. Hát 2 egyben maratonom az van. Most azóta futottam, ugye másfél éve fogytam le, azóta futottam 6 vagy 7 félmaratont, meg hát ilyen rövidebb versenyeket. 12 év után először idén volt triatlon versenyem is. Úgyhogy tényleg neki köszönhetően elsősorban találtam vissza a sportvilágához. Lányok, ti mit sportoltok? Én triatlonozom, és azon belül most még csak úszom. Akkor azért apa nyomdokaiba lépsz, igen? Emi? Én táncolok, hidrokendrolt, és régen meg jártam a rakocskára. A rakocskára. Így. Hát én nagyon féltem attól, hogy bármelyik is triatlonozni fog. Hát a Hannát megtalálta, ugye Hanna anyukájával, mi onnét ismerjük egymást. És én igazából a kerékpározás része miatt félek, vagy féltem őt, mert elég sok időt töltöttem kint, meg töltök kint. De hát ha ez a vágya, akkor csinálj, majd meglátjuk, hogy mennyire komolyan. Milyen éved volt egyébként a munkát tekintve? A munkát tekintve? Az jó, az... Ugye van sok olyan része, ami azért hasonló, vagy mondjuk ugyanolyan, mint korábban, de én pontosan azért szeretem Fehérvárt, mert sok újdonsággal tud minden évben szolgálni kihívás tekintetében. Nyilván a mérkőzések azok mérkőzések, még ha más is alakulnak. Vannak ugye fix események a város sportéletében, de mindig van valami új, valami picit más, ugye.
Én nagyon szurkolok mindig ugye a kézi csapatához, a szívemhez a legközelebb, hogy nemzetközi kupát lehessen játszani, mert akkor lehet menni, utazni a nagyvilágba. Ugye tavaly évben Fanándor célba érkezésre jelentette a kuriózumot, idén meg azt mondom, hogy összességében az egész év volt egy picit más, egy picit különlegesebb, mint a többi, a Vidi bajnoki címével elsősorban. Hagyjuk egy kicsit a melót. Pedig még lett volna egy kérdésem, mert hogy ugye a Tomi, és bocs, hogy a szabadba vágok, de ugye most már híradós műsorvezetőként is láthatnak téged a nézők, és hát ugye ez plusz egy elfoglaltság mind a mellé, az összes munkád mellé, ami ugye a sporttal kapcsolatos. Hogyan tudod összeegyeztetni azt, hogy mondjuk közben a gyerekekkel is tudjál foglalkozni? Hát ez egy nehéz dolog, mert amikor elvállaltam a híradózást, ugye akkor én még teljesen egyedül álló voltam, ugye viszont Emi április vége óta, május eleje óta ugye egyéb okok miatt velem él, de megoldjuk. A kihívásnak pedig nagyon jó, én szeretem egyébként, még mindig van hová fejlődni, hogy minden más, mint is egyébként. Ez egy más kihívás, sokkal feszítettebb a napom, sokkal kevésbé jut mondjuk időm arra, hogy sportoljak, de rájuk azért van. Miként készültök a karácsonyra? Igen. De akkor még nem volt idő. Hát a tervezés és a gondolkodás megy, ugye én most költöztünk ugye Emivel, úgyhogy ennek az utolsó fázisaiban vagyunk benne, és most kezdjük el megtervezni, hogy akkor mikor, hogy, merre, mit kell, és kinek, és kivel, és egyáltalán. Ez egy elég összetett dolog lesz így, bár ugye hát klasszikus mozaik család vagyunk, úgyhogy ez mindig hát egy kihívás összehangolni, hogy ki, mikor, hol, hova és merre megy. Csajok, várjátok a karácsonyt? Én nagyon várom. Én is. Mit vártok benne a leginkább? Azt, hogy együtt lehessetek a családdal, vagy az ételeket, vagy az ajándékokat, vagy úgy mindent? Én az ajándékokat várom. Mit kértél? Unikornist. Milyen formában? Plüss. Plüss? Igazit nem veszünk. Unikornisból sem. És te, Ami? Te mit vársz a legjobban? Nincs semmi vágyad. Az, hogy együtt legyetek? Vagy az, hogy jó nagyot egyetek? Mit vársz? Mit szeretsz a karácsonyban? Mindent. Olyan jó hangulata van, nem? Igen. Hogy együtt van a család, meg hogy együtt tudunk enni. Egyébként, Kajzi, te szoktál otthon főzni? Szoktam. Ugye most jönnek az ünnepek, ez mindig téma, hogy ki főz, ki nem főz, ki mit főz. Szoktam, karácsonykor nem. Karácsonykor az általában ugye ez nálunk ilyen jövésmenéses dolog volt eddig. Hát ha mentünk, akkor édesanyáméknál, édesanyám, illetve most a apám szokott főzni. Ez el van oszva, ki a halászét, ki a székelykáposztát, ki a kacsát és a sütit. Idén azonban lehet, hogy lesz főzés, mert most sikerült ugye úgy költözni, hogy most hozzánk jön majd a család 24-én ebédre. És akkor egy részét szerintem a párommal bevállaljuk, hogy mi főzzük meg. Előkészítjük, a halászlé az Sanyi, a mostohafaterom feladata, mert ő abban világbajnok, aztán meglátjuk, hogy én valami kacsát gondolok egyébként, valami sültet, amit én összeraknék. Most hát azért ezek nem könnyű, bocsánat, hogy közben semmi szóltam. Baj. Nem könnyű ételek, ez belefér a te diétádba? Pont ezt akartam kérdezni. Én nem diétázom most már, most karácsonyra egy picit jobban odafigyelek, hogy ne egyek annyi édességet, meg péksüteményt. Már ez a klasszikus diéta nincsen. A kacsa egyébként abban a diétában, mivel én lefogytam, a ketózisba bőven belefér. Csak megfelelő köretet kell hozzá választani, például hogy párol zöldséget, vagy valami ilyesmit. És akkor ilyenkor a süteményekkel vigyázni kell? Vagy azért belefér valamennyi? Karácsonykor belefér, de én meg olyan vagyok, hogy ha választani kell a sós és az édes között, akkor inkább a sósat választom. Így kevesebb süteményt teszek karácsonykor, hogy több férjen belém a halászléből, a székelykáposztából, a rántott húsból, a rántott halból, a csirkéből, a pulykából, a kacsából, meg ami éppen van. És a lemozgással mi újság? Utána, karácsony után hogyan fogsz visszazökkenni a sportba? Hát én már tervezem egyébként idénre is, hogy már ott a 25-e, 26-a körül egy laza mozgást csinálok, egy futás, vagy valamit, de például Velencén ott van, illetve Agárdon
a pesgőfutás, amit Nádasi Zsocáik rendeznek. Ott idén úgy tervezem, hogy 31-én azzal búcsúztatom az évet, hogy először körbefutom a Velencei tavat. Az szép terv. Ez még nem volt meg, úgyhogy ez a terv. És a szilveszterre van egyébként terved? Ezt követően éjszaka buli? A szilveszter az most először velük lesz, tehát most úgy lesz, hogy sok gyerek, sok felnőtt együtt, és akkor így együtt bulizunk. Várjátok már a szilvesztert? Igen. Meddig szoktatok ilyenkor fönnmaradni egyébként? Hát én általában olyan hajnali egyik fenn szoktam maradni, meg megnézni a tűzijátékokat. Az igen, és te? Hát... Bírod addig? Igen, és volt már olyan, hogy kimentünk éjszaka a játszótérre, és így onnan néztük a tűzijátékot. Amikor én egyszer engem felkeltettek, hogy menjünk ki. Picit belealudtál, nem baj az. Aludni is nagyon jó. Egyébként, ha már szóba jött a játszótér, akkor mit szoktatok csinálni, amikor így hárman vagytok? Hogyan szoktál játszani a csajokkal? Vagy mit szoktatok csinálni? Inkább sportoltok, amikor így hárman vagytok? Vagy azért megmarad ez a klasszikus barbizás, vagy az unikornissal játszás, ilyesmik? Hát ez egy jó kérdés. Barbizni nem. Én inkább ez a velük levős típusú apuka vagyok, nem feltétlenül babázom vagy ilyesmi. Ha van egy jó társas, abba beszállok, meg régen nagyon sokat kártyáztunk, úgyhogy meg ők most már nagyon el vannak ugye ketten, és illetve annyira szocializálódnak, hogyha van körülöttük más gyerek vagy más gyerekek, akkor pillanatok alatt fölveszik velük a kapcsolatot, és megtalálják a közös hangot. Így igazából ilyen sokszor inkább ilyen külső szemlélő vagyok nyaraláson is. Most már például egy lengyel testvérpárral barátkoztak össze, és kommunikáltak kézzel, lábbal, meg amennyi angol tudás eddig beléjük szorult így, és ezt inkább ilyen külső szemlélőként élem meg velük. Csajok, ezt a sztorit, ezt elmesélhetnétek? Nem. Hogy volt? Hogyan találkoztatok, vagy hogy kezdtetek el beszélgetni? Miért? Hát az elején még csak így látásból így felmértük egymást, hogy vajon magyar-e vagy sem, és mindig kérdezgettük a családot is, hogy vajon lehet-e velük-e jóba lenni. És hát egyszer odajött hozzánk, és mutatta a kagylóit, és hát úgy elkezdtünk beszélgetni. Nagyon sokszor a Google fordító kértem segítségül, úgyhogy meg akkor azt hiszem a harmadik nap ismerkedtünk össze, és ilyennyi. Hát nem csodálom egyébként, hogy ilyen hamar barátságokat köttök. A apa is egy kicsit olyan társasági lény, nem is kicsit társasági lény, meg amikor ti bejöttök hozzánk, azt azért el tudjuk állni a nézőknek, akkor nagyon sokszor befogjuk őket munkára, persze nem olyan értelemben, ahogy gondolják a kedves nézők. De most mindenképpen maradjatok velünk még egy picit, mert olyan jó tippeket fogunk adni. Apa nem nagyon szereti, amikor sminkelünk, de most a nézőknek mindjárt smink és hajtippeket adunk, és ezzel megköszönjük, hogy itt voltatok velünk. Áldott békés ünnepeket kívánunk nektek. Köszönjük szépen, és hát boldog karácsony nektek is, meg hát a Fehérvár köszönjük televízió szépen nézőinek is. Köszönjük szépen. És akkor nézzük azokat a haj és smink tippeket. She works a night by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. Köszöntöm az Együtt magazin nézőit, szépítkezni igyekszünk, a legújabb trendeket és egy ünnepi hajkoronát mutatunk be a nézőknek, tartsanak velünk! Erős Nóri fodrászhoz érkeztünk ide az egyik székesfehérvári üzletbe, az Együtt magazinban a legújabb trendeket mutatjuk tehát be, és Nóri elkészít nekem egy ünnepi frizurát is, hajrá! Nóri, milyen állapotú a hajam jelenleg? Azért most itt egy karácsonyi frizurát fogunk készíteni, milyen az alapanyag? Igazából tök jó, hála Isten, nagyon sok hajad van, ebből bőven lehet dolgozni. Egy kicsit száraz, de hát ez a téli időszakban ez előfordul. Gondolom szoktad balzsamozni, pakolást használsz. Mi igazából az, amit még ilyenkor szoktál egyébként ajánlani? Hát én szoktam ajánlani azt, hogyha megmosod a hajad,
akkor utána, ha van egy kis időd, akkor törölközőbe becsavarni, kicsit ténykedni közbe, és akkor egy fél óra, egy óra múlva leöblíted. Gondolom a vendégek sora már a naptáradban gyűlik, hát azért itt karácsony előtt a naptár biztosan tele van. Mi az, amit kérnek, mi az, ami a számukra fontos a haj kapcsán, a hajkorona kapcsán ilyenkor? Hát én megmondom neked őszintén, hogy szerintem így extrákat karácsony alkalmával nem nagyon kérnek. Szeretik szerintem az, hogy karácsonyra mindenki úgy üljön oda akár a családtagjai körébe, hogy rendben legyen a frizurája, jól nézzen ki, de nincsenek így extra kérések karácsony alkalmával. Ha már trendek ebben az évben, mi volt az, ami a legextrább kérés volt? Emlékszel ilyenre? Hát én úgy gondolom, személyes tapasztalataim alapján, hogy nagyon megy ez a szürke, ezüstös haj, csak ezzel egyetlen egy probléma van, hogy ez nem olyan tartós. Tehát ahhoz, hogy egy haj annyira szürke tudjon lenni, mint általában azok a képek, amiket itt hoznak a vendégek, ahhoz nagyon meg kell világosítani egy hajat, és azért annak megvan az a veszélye, hogy sokkal hamarabb kikopik a hajból. Ez most mi, amit ráraksz a hajamra? Ez egy hővédőspré, és akkor vasalás előtt szoktam, akár hajszállítás előtt is lehet használni. Kicsit megvédi a hajadat a hőtől, és akkor nem fog úgy károsodni. Aha. Mennyi vasalást javasolsz? Nyilván a vasalás akkor lenne a legjobb, ha nem is lenne a hajnak. Igen. De hogyha már használjuk és igénybe vesszük, akkor az mennyi az annyi? Én úgy gondolom, ideális. Hogy szerintem egy héten egyszer. Én fodrász szemmel így gondolom. Persze nyilván ez olyan dolog, hogy aki kétszer mos egy héten hajat, és minden hajmosás után ő kivasalja a haját, azzal se csinál nagy problémát, de szerintem nem kell túlvasalni a hajat. Tök mindegy, hogy mi a trend. Az a lényeg, hogy neked mi áll jól, és te miben érzed jól magad. Mitől függ ez az arc, tehát a karakter, az arc karaktertől, vagy mi az, ami ilyenkor megszabja nekünk? Igazából sok minden függ az arctól, attól is, hogy szemed színe, az arcod, hogy mennyire világos, vagy egyébként a bőröd, hogy milyen színű. És igazából szerintem a stílus is, szóval, hogy milyen a stílusod, csak ezt egy csomószor ugye új vendégnél nagyon-nagyon nehéz megállapítani. Karácsonyi rendezvények, vagy éppen családi összejövetelek az ünnepi időszakban. Ez a haj bizony mindenhol megállja a helyét, itt az ünnep kapcsán, az ünnepi időszakában, adventben, vagy éppen karácsonykor, esetleg szilveszterkor. Erős Nóri volt a vendégem, én remélem, hogy a nézők hasznos tippeket, ötletek, tanácsokat hallhattak itt az Együtt Magazin karácsonyi műsorában. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! És újabb vendégeket köszönhetünk itt az Alba Plázában. Majoros Róbert, az Alba Régia Táncegyüttes vezetője, művészeti vezetője, és kisfia érkezett el hozzánk, Levente. Szeretettel köszöntünk titeket. Örülünk, hogy itt vagytok. Hát egy tőletek szokatlan dolgot láttunk a napokban, ugyanis táncipő helyett mikrofont ragadtatok. Honnan jött az ötlet? Mi volt ez? Meséljünk egy kicsit erről. Ez nagyon régről jött ez az ötlet. Igazából 2006-ban történt egy előszilveszteri bulink, ami abszolút csak magán, tehát belső használatra van ez a előszilveszteri mulatságunk. Egymásnak szoktunk kedveskedni, a fiúk a lányoknak, lányoknak a fiúknak, különböző ilyen könnyedebb műsorokkal. És 2006-ban ezt a
számot itt feldolgoztuk, és eszünkbe jutott a mostani időszakban, hogy ez az egy ilyen érdekes történet lehetett volna, hogy mi lett volna, ha ebből egy kicsit komolyabb stúdió, illetve videóklipet is forgatunk, és hát a mostani időben eléggé esedékes, hogy egy picit felhívjuk magunkra a figyelmet. A felszállott a páva tehetségkutató verseny miatt, mert hogy ugye a közönség szavazataira nagyon szükségünk van, és el szeretnénk érni olyan emberekhez is, akik talán még nem ismernek minket, vagy a néptáncot, mint műfajt nem annyira kedveli, és ez egy más oldalunkat mutatta most meg. Visszatérünk egy nem sokára felszállott a pávára, viszont beszéljünk még egy kicsit erről a klipről. Tulajdonképpen miért pont a Fekete vonat slágerét választottátok? Ez egy nagyon érdekes kérdés. 2006-ra kéne visszamennünk. Én a tavalyi évre sem emlékszem nagyon, nem, hogy 12 évvel ezelőtt, hogy akkor éppen mi indítatott minket. Ilyenkor így a fiúkkal összeülünk, és egyszer csak így jönnek az ötletek. És nem tudom, lehetsége. Azt tudom, hogy ugye a szövegében, amit átdolgoztunk, abban mindenképpen a Mezőföld, tehát saját vidékünknek a népdalai szólalnak meg, illetve úgymond a rap részben pedig I. és Gyulának a Puszták népe című művét vettük figyelembe. Abban az időben nekünk készült egy díjnyertes koreográfiánk, és szerintem ezt akartuk kifigurázni. Lehet, hogy éppen ez a zene szólt éppen a rádióban, nem tudom. Levente, várod-e már a karácsonyt? Ki nem, mondjuk ez, ki nem várja a karácsonyt, te várod-e a karácsonyt? Természetesen. Hogyan készültök? Egyrészt a tánc együttessel hogyan készültök, másrészt beszéljünk majd egy kicsit arról is, hogy otthon hogyan. Igen, ez az időszak most a karácsonyi készülődésbe azért nagyban beleszól ez a műsor, ez a felszállott a páva, mert ilyenkor párhuzamosan nekünk a gyerekcsoportokban, amiben a fiam is táncol a Pulutykával, meg a másik 5-6-7-8 gyerekcsoporta, nekünk már a karácsonyi műsorra kéne, hogy készüljünk, meg hát természetesen készülünk is. Egy picit megnehezíti azért a próba folyamatot, meg az energiák csoportosítását ez a dolog, de hát nekünk a karácsonyi készülődés az mindig ezzel az Alba Régia Művészeti Iskolás karácsonyi műsorral szokott indulni, és úgy tudom, hogy nagyon sok szülő is ezt érzi, akik eljönnek megnézni, hogy nekik ebből indul a karácsony, úgyhogy fontosnak tartják, meg mi is fontosnak tartjuk ezt. És milyen a folytatás? Otthon hogyan készültök? Még egyszer, melyik folytatás? Bocsánat. Otthon hogyan készült? Otthon. Bocsánat, így a próbateremben megsüketültem, ezt már mondták többen, úgyhogy az lett a probléma. Ott körülbelül 2-3 napunk szokott maradni, úgymond a családdal. Leventén kívül van egy kislányunk, 3 éves Borika, és hála Istennek ő még hisz a Jézuskába. Levente már azt hiszem nem, ha most jól emlékszem, most már nem. Most tehát, már hogy újra visszajött a családunkba az a fajta, kicsit eldugjuk az ajándékot, kicsit úgy díszítjük a fát, hogy megint ne lássák a gyerekek, úgyhogy ez nagyon jó, hogy ez visszajött, viszont nagyon kevés időnk marad, úgymond arra a fajta készülődésre, amikor úgy szépen rá tud hangolódni az ember, süt, főz, takarít, hát ezt nekünk ilyen 2 napban meg kell oldanunk majd. De igazából kimondott karácsonyi szokásunk nincsen, tehát a legtöbb dolog minden évben máshogy alakul. Igen, betlámezni még nem megyünk, de lehetséges, hogy egyszer az együttese, mert több baráti együttes felidézi, illetve újra előhozza ezeket a régi szokásokat, és nagyon sok helyen ez nyilván falvakban ez jobban működik. Egyébként otthon ilyenkor ti magatok vagytok, vagy ti is ilyen családjárók vagytok inkább? Hát természetesen családjárók vagyunk, mert a nagyszülőkhöz nyilván, illetve a rokonsághoz mindenképpen el kell, meg el is fogunk idén is látogatni. Úgyhogy hát nagyjából be van osztva nekünk is. Az első napot azért azt a saját kis szűk körünkbe szoktuk eltölteni, és szerintem ugyanúgy, ahogy más családoknál, onnantól 1-2-3 nap a szent családjárásról szól. És ez mit jelent egyébként nálatok? Most azt vettem észre egyébként, Petra, meg nektek is mondom, hogy minden beszélgető társunk nagyjából a munkával tölti a karácsonyt, és tényleg az van, hogy úgy esik be mindenki a falra. Igen, az ő így van, ez furcsa. Mennyit tudtok majd pihenni így azért az ünnepek alatt?
Mikor nem foglalkoztok a tánccal? Bár mondjuk ezt nem lehet nálatok mondjuk felróni, hiszen hát ez nektek az életetek része, és hát ezt szeretetek csinálni. Az ünnepek alatt azért, sőt a két ünnep között azért arra figyelünk, hogy munkát nem vállalunk, illetve hála Istennek nincs is ilyen felkérés ebbe az időszakba. Ezt szerintem mindenki azért figyelembe veszi, hogy ilyenkor tényleg a családdal tudjunk foglalkozni. Úgyhogy igazából ami így mondjuk az együttes életében azért nagyon fontos és évtizedek óta jelenlévő program, az az előbb említett előszilveszteri mulatság, ahol egy kicsit kiengedjük a gőzt. Ez nem egy meghirdetett program, ez teljesen az Alba Régia Táncegyüttes, illetve a baráti körének egy közös évadzáró bulija, ami abszolút a mulatságról szól. És volt szó ugye a felszállott a páváról. Tulajdonképpen mit ad nektek ez a verseny? Hogy mit adott nekünk a páva? Ez nagyon jó, ez egy másik kisfilmünknek a kezdő mondata is volt, úgyhogy most azért nevetgélek, mert egészen más gondolatok jutnak eszembe. Hát a páva egyértelműen, tehát ugye 2014-ben mi már voltunk. Most ez, ami idén 18-ban jött, ez egy érdekes páva, mert itt a döntők döntője szlogennel olyan együtteseket hívtak meg, akik már a páván részt vettek, és ez úgymond egy ilyen válogatás. Úgyhogy ez eleve egy megtisztelő felkérés volt. Azt pedig azt gondolom, hogy 2014-ből kiindulva is ez egy remek buli volt az együttesnek. Ott megtapasztaltuk, hogy milyen egy tévéstúdióban a munka. Azkor még nem ismertük, most már sokkal bátrabban és nyitottabban állunk a kérdéshez. Meg hát lássuk be, egy amatőr együttesnek közszolgálati tévébe szerepelni egyszer, kétszer, háromszor, azért az nem mindig adatik meg. Nyilván ez is benne volt, hogy egy hatalmas reklám. Pont az ismertséget akartam kérdezni, hogy ugye Fehérváron nem kell titeket senkinek bemutatni, de úgy szélesebb körben mennyire sikerült a ti neveteket megismertetni? Én azt gondolom, hogy pont ez a műsor az, ami abszolút elősegíti ezt, és nyilván egy-egy ilyen pávaadás után, akár amikor a fiamék voltak a gyerekpávába, igazából az 2015-ben volt, és szinte nekik azóta is kitart ez a is úgymond ismertség, hogy nagyon sok helyre hívják a csoportot. Ez, ha tetszik, ha nem, ez nálunk is így volt, és bármennyire is mondjuk ezt rossz kimondani, de kell egy ilyen szintű országosan elismert tévécsatornán egy ilyen műsor, amiben részt vettünk, hogy többen megismerjenek, úgyhogy ezt mi tudjuk így. Levente, te mennyire komolyan űzöd ezt? Hát nyilván neked is most már a mindennapjaidnak a része, te mióta táncolsz? Hát őszintén mindenképpen hobbi szinten. Tehát ez eddig sem volt komolyabb, és nem is gondolnám, hogy komolyabb lesz, viszont elég komoly a társaság, tehát próbatermen kívül is gyakran találkozunk, úgyhogy igazából elég nagy szerepe van az életemben. Az, hogy komoly a társaság, az nem azt jelenti, hogy komoly a társaság, mert teljesen komoly talán a társaság. Úgyhogy egy kicsit félünk is, mert itt van egy találkozunk a Pulutyka csoporttal, mert éppen mennek majd szórólapozni. Félek tőle, hogy addig vége legyen a riportnak, míg ők meg nem jelennek, mert nem, tényleg nem komoly társaság. Milyen terveid vannak egyébként a tánccal a jövőben? Most azt mondtad, hogy ez hobbi szinten marad, akkor, és ezt nagyon komolyan mondtad, igen, nagyon határozottan. Igen. Milyen más terveid vannak még a tánc mellett? Tánc mellett? Hát nem tudom, egy ideig kerestem az utamat, de jelen pillanatban mindenképp filmekkel kapcsolatban szeretném tovább szerepelni? A szereplésre nem, gondolsz? Nem? Készítésre? Mindenképp. Viszont a táncot hobbi szinten, amíg tudom, addig szeretném folytatni. Nagyon komoly terve. Hát akkor lehet, hogy majd még a későbbiekben akár találkozunk is. Sosem lehet tudni. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen. Nagyon sok sikert kívánunk nektek a továbbiakban is, és hát azt nem kell mondanom, hogy halljunk rólatok többet, hiszen mindig hallani rólatok, úgyhogy még fogunk találkozni jövőre is rengeteget. Köszönjük szépen, és áldott ünnepeket kívánunk nektek. Viszont kívánjuk. Köszönjük. Kedves nézőinknek pedig köszönjük, hogy velünk töltötték ezt az egy órát, és velünk töltötték az egész évet is. Kollégáim nevében is meghitt boldog ünnepeket kívánok önöknek, és remélem jövőre is találkozunk majd. Viszontlátásra! Viszontlátásra!